A vonalrajzolás utasítás mellett fontos megismerkednünk a vonal lánc létrehozó rajzparancsal is. Ezt legkönnyebben a kezdőlap panelről tudjuk elindítani, ha ráklikkelünk a vonal lánc ikonra. Amikor ez megtörténik, a szárkereszt átvált adatbeviteli módba. Most az EGL segítségével hozzunk létre pár vonal szegmenset. Majd a végén az Enterrel zárjuk be az utasítást. Ha most a szárkereszttel a vonallánc bármelyik pontjára ráklikkelek, akkor az egész objektum ki fog jelölődni, hiszen minden egyes csúcsponton megjelenik az úgynevezett fogódoboz. Ezek a fogódobozok arra alkalmasak, hogy az objektumot, annak geometriáját tudjuk változtatni, módosítani. Bármelyik pontjára is klikkelek rá a vonalláncnak, minden szegmense ki fog jelölődni. Ha ugyanezt az objektumot a vonalrajzparancssal hoznám létre, akkor csak azok a szegmensek, vagy az az egy szegmens jelölődne ki, amelyeket a szárkereszttel, a kijelölő dobozzal kijelölök. Azaz, ha ráklikkelek erre a szegmensre, akkor csak ez az egy fog kijelölődni. Ha a kijelölő dobozzal jelölöm ki a szegmenseket, akkor csak azokat, amelyeket a kijelölő doboz elmetszett. Ezzel szemben bármelyik pontját, ha elmetszem a vonalláncnak, az egész objektum ki fog jelölődni. Ez egy nagy különbség a vonallánc és a vonalakból létrehozott vonallánc között. Most adjuk ki a vonallánc parancsot a parancsoron keresztül. Gépeljük bele, hogy VL, azaz vonallánc. Föl tudja oldani az AutoCAD ezt a rövidítést, majd üssünk egy Enter. A parancsoron keresztül először ez a rajzoló utasítás azt kéri, hogy adjuk meg a kezdőpontot. Innentől kezdve hasonlóan tudjuk létrehozni az egyes szegmenseket, mint amikor grafikusan indítottuk el az utasítást. Viszont a kapcsolzáró jelek között láthatjuk, hogy íves elemeket is létre lehet hozni a vonallán segítségével. Menjünk bele az í funkcióba. Gépeljük a parancsolba be, hogy í. Enter. Ezután egymáshoz érintő folytonosan csatlakozó ívdarabokat tudunk rajzolni, amelyekkel nagyon szép effektusokat tudunk elérni. Ha vissza szeretnénk térni a vonalrajzoló utasításba, akkor gépeljük bele a parancsolba az, hogy N, mint vonal, hiszen ez a karakter van nagybetűvel szedve és kék színnel kiemelve. Innentől kezdve a hagyományos módon tudjuk létrehozni a vonallánc szegmenseket. Ha beszeretnénk zárni a parancsot, és a kezdőpontot a végponttal össze szeretnénk kötni, akkor menjünk a bezárás funkcióba, a B billentyű megnyomása mellett, majd üssünk egy Entert. Ilyenkor bezáródott a vonallánc utasítást. Ha most az objektum bármelyik pontjára ráklikkelek, akkor az egész vonallánc ki fog jelölődni, így annak teljes hosszát képes az AutoCAD meghatározni. Ez még a későbbiek során fontos tulajdonsága lesz ennek a rajzobjektumnak.